kultúrharcról, a hatalom nyelvének gátlástalanságáról, kánonokról, a művészek autonómiájáról, szabadságáról beszélgetett nemrég Parti Nagy Lajos a Széchenyi István szakkollégiumban, most pedig a mi vendégünk itt az ATV Startban. Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy itt van! Az év végén az RTL készített interjúkat népszerű magyar írókkal a tavalyi évről, és ön azt mondta, hogy a választás óta nem érzem azt, hogy írnom kellene a politikáról, de azért követi az eseményeket, hátrébb lépett a közéleti témákról, az új könyvére koncentrál. Nagyon sok évig tudott a könyveire úgy koncentrálni, hogy közben a közélettől egyáltalán nem lépett hátrébb. Miért érezte így a választások után? Talán azért, mert egyrészt egyre intenzívebben éreztem ezt a totális tehetetlenséget, vagy reménytelenséget, amit egyébként most is érzek, de magánügy, vagy tényleg. Másrészt pedig nem volt semmiféle olyan ötletem, amit érdemes lett volna nekem rendszeresen, akár egy sorozatban, akár hogy megírni. Írtam én eleget sorozatokat, amikor úgymond közelebb voltam a közélethez. Akkor sem voltam lényegesen közelebb, csak akkor minden héten valamiről írnom kellett, amit hát én találtam ki magam. Most meg úgy gondoltam, hogy nincs, és nem is akarok ilyen sorozatot. Ez a távolság-közelség, ez nagyon furcsa. Ez amikor ha nem közvetlenül, de mégis az ember bőre körül folyik a játék, akkor nem tud olyan messze lenni, olyan távol lenni. Mi az ideálisabb állapot? Én most voltam nem két olyan országban, ahol effektíve tudják ki a miniszterelnök, vagy ki az államelnök, de meg maximum tudják, hogy ki a polgármester, aztán annyi, és 4 évente egyszer a kampányban foglalkoznak politikával, ilyetén módon a közélettel is szavaznak, de egyébként nincs ez a 0-24 folyamatos stressz, hogy ez a bögre most jobboldali, baloldali, kormánypárti, ellenzéki, vagy pedig az a szerencsésebb, hogyha egy művész ember folyamatosan foglalkozik a napi politikával, ezzel némiképpen maga is lehet, hogy megosztóvá válik, hiszen az emberek vagy ilyen pártiak, vagy olyan pártiak, vagy esetleg szerencsésebb esetben semmilyen pártiak, hanem értékeket néznek mindenhol. Hát, így most többé-kevésbé normális társadalmakról volt beszélve. Te is így fogalmaztál. Amennyiben ez egy normálisan működő parlamentáris demokrácia volna, ezeket a kérdéseket szépen föl lehetne tenni, most is föltettük. Én azt mondom, hogy vagy talán az lenne a legfontosabb, hogy nem kötelező és nem muszáj foglalkozni a közélettel, de mindig és mindenkor lehessen foglalkozni a közélettel. Hogy kinek mi a jó, vagy kihez mi áll közel, az pedig azt gondolom, hogy magánügy. Tehát erre nincsenek receptek, hogy az értelmiségnek, vagy az íróknak így vagy úgy kéne. Magánügye. Nem véletlenül kérdezem, hadd idézzem, az értelmiség nem kiszolgáltatottabb a hatalomnak, mint más csoport, ez nagyon-nagyon fontos, sőt, viszont nyilvánvalóvá tudja tenni, élesebben tud ennek hangot adni. Miért bizonytalan abban, hogy ez közügye, magánügye, hogy a felelősség kollektíve vagy nem, amikor, ahogyan mondja, ha valaki hangot tud valaminek adni, akkor az az eszköze azokkal szemben, akiknek nincs hangja. És azért az ön életútja egészen a mostani nyilatkozataival arról, hogy hátrébb lép, ezt mégiscsak bizonyítja. A vélemény az nyilvánvalóan közügy, mert egy olyan közös térben jelenik meg, és nem egy szép irodalmi műben jelenik meg adott esetben, hanem egy ilyen interjúban. Így közül, de az magánügy, hogy elvállal-e ilyen helyzeteket, mennyire sűrűn vállal-e ilyen helyzeteket, és hogy úgy mondjam, nem azon múlik valakinek a közéletről való véleményeinek az intenzitása, hogy ezeket mindig, minden nap elmondja, vagy csak időnként. Nekem nagyon sok nagyszerű kollégám van, aki eléggé úgy gondolkodik, mint én, de mondjuk ezért, azért, amazért, ezt nem mondja minden esetben. Nincs neki hol, nem érzi annyira fontosnak. Egyébként most már én se érzem annyira fontosnak, de... Melyik volt az a pillanat? Emlékszik arra a pontra? Volt egy olyan áprilisi választások törvénytervezet, vagy éppen a választások napja, vagy az eredményeket meglátta, vagy látta a politikus nyilatkozatát, és azt mondta, hogy képletesen is leteszi ebben kapcsolatban tollat, és nem foglalkozik. Nem tettem le. Annyi a különbség, hogy korábban vagy írtam viszonylag rendszeresen a, ha tetszik, közéletről vagy tárcákat, és aztán utána pedig azt gondoltam, hogy nekem elegem volt ebből. De nincs egy pont, vagy egyetlen egy pont. Ha akarom, akkor valóban az áprilisi választások, ahol tudomásul kellett vennem, hogy az ország szavazóinak egy meglehetős nagy része
továbbra is úgy képzeli, hogy ebben a rezsimben szeretne élni, kényszerből, ebből, abból, amiből, ez teljesen mindegy, ennek a vezérnek a felügyelete alatt. Hát lelke rajta, és innentől fogva csak ugyanazt tudnám mondani az ember, azt pedig hétről hétre nem mondanám el. Említett egy érdekes dolgot az egyik interjújában, a korosztályi felelősségről. Nagyon kíváncsi vagyok, ha segítene ezt megérteni, hogy melyik korosztályra gondol, mert a hatalommal szemben sokat mondják, hogy két réteg nem lép fel, egyrészt azok, akiknek van vesztenivalójuk, másrészt azok, akiknek nincsen, mert a napi túlélésért küzdenek. Ki marad? És hogy jön ide egy korosztály potenciális felelőssége? Én azt hiszem, hogy úgy értettem, hogy akik felnőttként érték meg ezt az időszakot, mondjuk a 80-as évek második felé végét, tehát a rendszerváltozás idejét. Az a korosztály. Nekik talán más típusú a felelősségük, illetve ők maguk ezt a felelősséget másként élik meg. Tehát úgy élik meg, ahogy nem tudom, hogy ők, hogy én úgy élem meg, hogy ebben igenis megvolt mindannyiunknak a felelőssége. Valahogy ezt az ember, ami lett ebből, vagy látszik lenni, az ember el nem tudta volna képzelni, mondjuk. Van átjárás egyébként a művészek között, ahogyan a Trütko említette, a között, hogy jobboldali dobozba rakták őket, vagy baloldaliba, vagy valóban konzervatív elkötelezettségű, vagy liberális, vagy szociáldemokrata jellegű elkötelezettségű írókról, művészekről van szó. Például, amikor a tüntetés mellett 180 író állt ki, akkor mondhatjuk-e azt, hogy a szokásos nevek szerepelnek rajta, vagy változnak? Hát, hogyha ebben a leosztásban én nagy változást nem látok, tehát én nem látom, hogy ezeken az aláírásokon szülessenek az akadémia szétverése ellen, vagy bármi ellen, az úgynevezett konzervatív oldal, vagy az úgynevezett konzervatív művészek, másként fogalmazva az MMA tagjai olyan nagyon jelen lennének, vagy például nagyon... Például van veszteni valójuk. Én azt gondolom, hogy vesztenivalója mindenkinek van. Azt kell gondoljam, hogy nem így gondolják, hanem az ellenkezőképpen gondolják. Azt kell gondolnom, hogy úgy gondolják, ahogy a kormány. És most a lehető legjó hiszemű feltételezést tette a döntésükkel kapcsolatban. Igen, hát ezekkel a kollégákkal kapcsolatban miért tennék rossz hiszemű feltételezést? Egyrészt, mert akárhogy is ugyanabban a térben létezünk, ugyanabban az országban, ugyanazon a nyelven írunk, lelke rajta kinek-kinek, hogy mihez adja a nevét, és mihez nem. Akkor, amikor Magyarországon, ha nézzük gyakorlatilag a társadalom bármelyik részét, és látom, hogy a sport az politika, a művészet politika, az írás politika, a színház politika, a kátyú betömése vagy nem betömése politika, gyakorlatilag már minden politika. Most voltam egy olyan országban, ahol egy hétig minden reggel megnéztem a reggeli műsorokat, és egy hét alatt egyetlen egy politikust kérdeztek meg, miközben látjuk, hogy egyébként mi magunk is a politikával és a napi politikával foglalkozunk. Hogy érzi, hogy nem túl sok, ez egy kérdés, nem túl sok a politika, tehát hogy mindent átsző a politika? Vagy ez egy közéleti állapot, és szuper. Na most, nézze, ez egy virtigli, pillanatnyilag eurokonform diktatúra. Itt nem a művészek járatnak át mindent, és le politikával. Ez így evidensen ki kell mondani. Ezt a politika teszi és csinálja. Egyrészt a megosztás miatt, másrészt azért, mert egyszerűen képtelen bármilyen területet úgy elképzelni, hogy ne legyen az ő hatalma alatt, formálisan vagy informálisan. Ezt látjuk minden területen, a kultúrharcon belül, nevezzük így, a kultúrharcon kívül mindenen. Lenyúlni, megszerezni, uralni. Ezt a politika eszközeivel elsősorban. Tehát ez az átpolitizálás, ez nem a művészet felől érkezik ebbe a közéletbe. Ezt azért teljesen világosan szeretném elmondani. Még egy kérdést feltétlenül ölt el, hogy az időnk az irodalmi munkájával kapcsolatban, hadd tegyek fel, az előbb ugyanúgy fogalmazott, hogy a konzervatív írókkal is és más kollégákkal is egy nyelvet beszélnek, de azért Parti Nagy Lajos teljesen más nyelvet beszél, mint az országban. Mindenki más, hála jó Istennek. Mind dolgozik most? Egy elég szöveményes könyvet rakok össze a saját korábbi, mondjuk így tárcákból, vagy tárcaszerű, akár adott esetben publicisztikából is, ez egy nagyon hosszú időt fogná át, és ezzel nagyon sok munka van, ezen dolgozom. És ezzel foglalkozom alapvetően, nem pedig.
Nagyon megtisztelő. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk ma reggel. Köszönjük szépen. És én azzal kezdtem a műsort, hogy szeretnék tenni egy vallomást, személyes vallomást, kapok rá 30 másodpercet. Az Éva magazinban nemrég kértek tőlem egy írást életem legmeghatározóbb könyveivel kapcsolatban, és azt írtam, hogy az egyik a Varázshegy Thomas Manntól, amit 13 évesen olvastam, és egy büdös szót sem értettem belőle, csak éreztem, hogy az élet megértéséhez ez egy beavatási szerződés, egy mágia, és a másik pedig Parti Nagy Lajos Hullámzó Balatonja volt, mert annak köszönhetem a szakmámat, emiatt lettem újságíró. Szürrealitás a számomra a minket körülvevő valóság tűpontos fényképét jelenti a legkisebb torzítás nélkül, miközben meleg, részvéttel teli empátiát érez szürreális hőse iránt, és érdekeltek azok az emberek, akikhez semmiféle hozzáérésem, kíváncsiság, belefektetett munka és szív nélkül nincsen, ugyanúgy, mint Parti Nagy Lajosnak. Úgyhogy köszönöm szépen a szakmámat, így utólag is 20 év után önnek. Bomber a Krisztina szerelmi vallomása után pedig megköszönjük egész heti figyelmüket, ne felejtsék el, túl minden határon a kettévágott falu holnap este, szombat este 8-kor itt az ATV képernyőjén. Nagy szeretettel és tisztelettel várom önöket. Legyen szép hétvégéjük, én várom önöket hétfőn Kárász Roberttel. Minden jót kívánok.